A Zoomfilm bemutatja a Killer Kid című filmet. A főszerepben Terence Hill, Rékasi Károly, Peter Van Eyck, Szabó Sipos Barnabás, Carol Gray, Csere Ágnes. További magyar hangok: Barbinek Péter, Győri Péter, Hankó Attila, Kerekes József, Kun Vilmos, Malcsiner Péter, Revicki Gábor, Szersény Gyula, Vitai András. A forgatókönyvet írta Leopold Lahola és Anya Corvin. Fényképezte Janez Kalisznyik. Zene Borodó. A magyar változat a Zoom Kft. Megbízásából a Videobox stúdióban készült. Szép, ha dörrenéssel kezdődik a nap. Anyádé volt ez az óra. Nem lett volna szabad tönkretenned. Te hajtogatod, hogy nősüljek már meg, majd az asszony ébreszt a kakukkolásával. Megharagítod a jó Istent, ha így folytatod. Ezt mondtad mindig gyerekkoromban is. Nézd, Viahita, azt akarom, hogy ma te is vidám légy. Nagy nap ez az életemben. Mi a baj? Bánt valami? Komolyan szeretném, ha megállapodnál. Valami rendes asszony mellett. Hé, hey, Larry! Ideje már indulni a csordával. Melyik úton megyünk? Azt a főnök mondja meg. Nekem ne egy öreg ember szabja meg, hogy merre van a merre. Tudom, azt én is. Egy óra múlva indulás. Ki lesz a kísérlet? Mindenki. És ki az a mindenki? Te, Queen, meg én. Jó a sorrend. Mától kezdve én vagyok a főnök. Nekem engedelmeskedtek, akár tetszik, akár nem. Így el kávét. Larry, vidd el ezt. Tartsd mindig magadnál, szerencsét hoz. Á, babona, nem kérem, tedd el szépen, ha? Larry, megóv, ha a nyakadban viseled. Amulett, babonaság, kakukkos órák. Értsd meg, nem vagyok már kölyök. Fogadd el a kedvemért, Larry. Én tudom, hogy megvédelmez. Na jól van, jól van. Hordom a kedvedért. De miért aggódsz így értem? Nem háborúba vonulok. Viszlát, dadus. Fogadd meg nekem, hogy óvatos leszel. És nagyon vigyázz az amulettedre. Azt hittem, hogy az amulett fog vigyázni én rám. Egy, tőleg indulhatunk, főnök. És Larry is itt van már. Hé! Hé! Jó reggelt, apa! Neked is, fiam. Na, Larry, sag mal, was hast du mit der Kuckucksuhr gemacht? Drauf geschossen. Aha, dachte ich mir's doch. Nur Kinder haben Kuckucksuhren. Man ist aber noch lange nicht erwachsen, nur weil man sein Kinderzimmer zusammenschießt. Ja, ja, Dad, schon gut. Dazu gehört auch ein bisschen mehr. Ich weiß, Dad, ich bin erwachsen genug. Csak lassan a testem. Egy életmunkája fekszik ebben a ranchben. És a jószágra, erre a csordára költöttem minden pénzemet. A jó áron adjuk el, gazdagok leszünk. Bízd csak rám, ne félj, én is jó árat kapok érte. Csak hogy nehéz és hosszú utat kell megtenned a vásárig, és még tapasztalatlan vagy. Hallgass meg, apa. Évek óta várok erre a napra. Nem fogsz csalódni bennem, meglátod. Hőség lesz. Induljunk már végre. Jól van, jól van.
Viszlát, Larry, ne félj, a medvehágóig nem lesz semmi baj. Nem félek én, apa, rám bízhatod a veszélyes útszakaszt is. Tudod, mi a baj vele? Az, hogy sosem voltál még igazi veszélyben. Na, én lehetek a főnök az úton, vagy nem? Te lehet, fiam, de csak a medvehágóig. Aj, de nagy lelkű vagy. Larry, nem gyerekjáték ám egy tehéncsordát ezer mérföldnyire elhajtani. Tudom. De én már nem vagyok gyerek, Green, és ha annak mersz nevezni, szitává lyukasztom a bőrödet. Te leszel a főnök a hágó után, Green? Nem, Larry, nem én. Hát akkor ki? Ki fogja majd a kezemet? Kinek a gondjára bízol, apa? A hágon át Dan veszi át a vezetést. Sejthettem volna. Már megint az én bátyám. Tudod, hogy sok arra marhatol vagy meg a mindenféle bandit. Lövök én olyan gyorsan, mint ő. Igen, ez minden becs vágyat, hogy hamarabb ráncs fegyvert másoknál. Éppen ettől félek, fiam. És szeretnék addig is nyugodtan adni. Hé, várj, Larry! Hová a csodába mész? Vissza a kakukkos órámhoz, hogy te nyugodtan tudj aludni. Rád bízom a csordát a medvehágóig. Addig is az emberek szót fogadnak neked. Onnan viszont már a bátyát parancsol. És elvárom, hogy szót fogadj neki. Jól van, apa. Helyes. Indulás! Majom a köszönöm. A legszebb lovakat kötöttük el Fort Clarkból. Te meg ezt adtad nekem, ezt a gebét. Á, te dök! De úgy látom, még ez is kifog rajta. Azt talán jobban tetszik majd neked. Kék hábbálnak. Szép állat vagy. Hadd lássalak. Pedro. Si. Rájöttem, mit csinálj. Neked adom a lovamat, én meg erre ülök, ha nincs kifogásom ellen. De hogy van kifogásom? Jó. Ez a ló tetszik nekem. Akkor a tiéd, főnök. Also abgemacht. Sie hören wohl schlecht. Ich höre gut. Sie wollen Ihr Testament machen? Und Ihren Gaul kriegt Ihr mexikanischer Freund. Entschuldigen Sie, Diego hat gar keinen Humor. Ich lache darüber. Er schießt. Interessant. Es freut ihn immer wieder, wenn er einen Mann fallen sieht. Der gute Diego hat keine Manieren. Sie sollten ihn nicht beachten. So. Jetzt muss ich wohl Angst haben. Mein Name ist Smokey Jim. Tut mir leid, ich merke mir keinen Namen. Hab gedacht, es interessiert Sie, mit wem Sie Ihre Geschäfte machen. Ich verkaufe nichts. Na gut, dann machen wir eben einen Tausch. Klingt schon besser. Nicht wahr? Sie geben mir den Hengst und $300 dazu. Das genügt.
Ah, einverstanden. Und was wollen Sie geben? Ihre Haut und Ihr Leben, Mister. Das muss Ihnen doch so viel wert sein. Meine Haut und mein Leben? Ja, für einen klapprigen Hengst. Mit Dingen, die ihm nicht gehören, handelt nur ein Dieb. Hören Sie, der Mister hält uns für Viehdiebe. Oh nein, Pferdediebe. Er hat uns beleidigt, Boss. Los, den Gaul her. Oder ich vergesse meine guten Manieren. Nein. Der sagt nein, Boss. Es ist besser, Sie ziehen, Mister. Vielleicht macht mir es keine Freude zu sehen, wie ein Mann fällt. Remélem, nem a Ford Clarkiak. Ha? Mi van, ha mégis? Ne aggódjanak. Az embereim a McDown Ranch-ről. De egyenest felénk tartanak. Hello, Dan. Segíthetek? Csak beszélgetek a fiúkkal. De ott nem kell a lovad, igaz? Szevasz, Dan. Szevasz, Larry. Örülök, hogy megjöttél. Az új tején pásztoraink? Örülök, csak melegen érdeklődnek a lovam iránt. Sietős lehet az útjuk. A törvény elől futnak. Ne keresd magadnak a bajt. Oké, Larry, hagyd abba. Hagyd abba. Jemand, den das Gesetz verfolgt, hat es immer eilig. Ich wüsste keinen Grund, warum ich so eilig haben sollte. Schätze, Sie haben es sogar verdammt eilig. Sehen Sie die Straße da unten? Ja, warum nicht? Sie geht bis zu einer Kreuzung. Und dort reiten Sie nach rechts. Aha, das ist ganz bestimmt nicht meine Richtung. Entweder Sie reiten dahin, oder... Halt! Ki az velem? A leggyorsabb lövő vagyok az államban. Legközelebb, ha ráérek, bebizonyíthatom. Amikor csak akarom. Viszlát, uram. És nincs harag, ugye? Nagyon vicces. Legközelebb elrontom a kedveteket. Kik voltak ezek? Kislókötők. Nem kicsik, ebben nagyon tévedsz. Az egyikük Füstös Jim. Füstös Jim? Nevezte, kis hülye. Sose hallottál Füstös Jimről? Kétszer is gondolt meg, hogy pisztolyt rántasz ellene. Ugyan menj. Akármi belefogadom, hogy én vagyok a gyorsabb. Majd kiderül. Ébredj, Queen. Indulunk tovább. Jó, bár azt hiszem, Larry nem így gondolta. Joe, szólj a fiúknak, indulás! Miért, Larry, hogy gondolta? Az ember tisztára kikészíti ez az átkozott hőség. Tudni akarom, hogy mit akar, Larry. Hát, hogy itt táborozzunk, Dan. Hiába beszélek neki, nem hallgat a jó tanácsra. Ne légy túl szigorú hozzá, egyszer mint kezdők voltunk. Csak akkor szerezhet tapasztalatot, ha ezt végigcsinálja. Fiatal még, adj időt neki. Mi az ábra, Queen? Mégse főzöd a kávét? Indulunk tovább, Larry. Ki mondta? A főnök. Ma itt fogunk táborozni, Dan. Tudom, hogy jót akarsz, Larry, de hát ez nagyon száraz hely, és itt nem találnánk fedezéket, ha megtámad. Ez csak kifogás, Dan. Az a lényeg, hogy te vagy a főnök, igaz? Bocs, hogy elfelejtettem. Menj már, Larry, csak nem fogunk egymással szivakodni. Különben is tudod, hogy Kálló Rencsen két új ember vár rá. Mi az ördögnek? Nincs szükségünk rájuk. De bizony van. Két ember nem túl sok, de sokat számít. Ha rajtunk ütnének. Mi
És ha eszedbe jut, hogy rajtunk üthetnek, akkor félsz, ha? Az ember nem végezhet el mindent egyedül. Az a dolgunk, hogy éppen jusson a jószág a vásárra. Nem szabad kockáztatni. Ez nem valami pókerjátszma. Minden peninket, amink csak van, ezekbe az állatokba fektettük, Larry. Úgy kell vigyáznunk rájuk, mint a szemünk fényére. Eleget szónokoltál már. Ha prédikációt akarok hallgatni, elmegyek a templomba. Na jó, itt táborozunk be. Várj csak, az előbb még egészen mást mondtál. Meggondoltam magam. Miért? Az öcsikét kedvéért? Nem akarok veszekedni veled. A francba! Nem kérek a nagy lelkűségedből. Legyen bátorságod a pokolba küldeni. Mindig ugyanaz a nóta. Igen. A bátyám már megint kitér az utamból. Miért? Mert kettőnknek nem elég széles az út. Hát aztán, legfeljebb összeütközünk egymással. Miért nem hagyod már abba, Larry? Semmi okod rá, hogy folyton belém köss. Csak azt akarom, hogy komolyan vegyél, és ne nézz levegőnek! Még az is jobb lenne, ha felpofoznál. Esküszöm, Larry, tisztára úgy viselkedsz, mint egy gyerek. Hát akkor miért nem pofozol fel? Gyerünk, üss meg! Üss meg! Üss meg! Na, mire vársz? Üss meg! Üss meg! Na, mi lesz? Nem verekszem veled. Majd bebizonyítom, hogy férfi vagyok. Quinn, itt táborozunk ma éjjel. Én bemegyek Fort Clarkba és szólok, hogy holnap érkezünk. Talán csak hajnalban jövök meg, de itt várjatok rá. Oké, Dan. Tartsd nyitva a szemed. Quinn! Van egy kis meglepetésem. Meggondoltam, mégis tovább megyünk innen. Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Inkább meg kellene szervezni az őrséget, mert hamarosan rák sötét. Kísérteteket látsz, ha? Lehet, hogy igen. De ezek olyan kísértetek, akik lőnek. A hátunkba is elénk kerülhetnek, fel kell készülnünk ellenük. Itt én mondom meg, Quinn, hogy mit tegyünk. És azt mondom, indulás. Egyelőre még Dan itt a főnök. Csak neki engedelmeskedem. Azt mondta, itt verjünk tábort éjszakára, és várjuk meg. Álljon meg! Le a nyerekből! Fel a kezekkel! Fel a kezekkel! És most forduljon meg, uram! Szólítson inkább kisasszonynak! Nancy! Személyesen!
Leteltem most már a kezemet, Dan? Hát persze. Mit keresel te itt egyedül? Csak azért jöttem, hogy találkozzam valakivel. Kicsodával? Te veled, Dan. Vagy velem? Igen, és Larryvel. Er hat mir sagen lassen, dass er zum ersten Mal das Kommando hat. Da bin ich eben hergeritten. Das sieht ihm eh nicht zur Feier des Tages, seine Braut einzuladen. Ich bin nicht seine Braut, Don. Und wenn Sie und Larry das denken, dann seid ihr beide im Irrtum. Bitte um Entschuldigung, Nancy, aber ich habe mich um diese Dinge eigentlich nie gekümmert. Ich bin nicht seinetwegen hergekommen. Veszélyes itt a nőnek. Igen, tudom. Es ist so. De Larry ötlete volt. Azt mondta, jöjjek utána, itt megvár. Eltűnt. Mi? Sem tudom képzelni, mi történt. Én tegnap délután előre lovagoltam Fort Clarkba. Akkor még minden rendben volt. Larry is itt volt, a Zsorda is itt volt. És már megint, ha elnyelte volna őket a föld. Igen. Lovagolj most szépen haza. Én inkább feled maradok. Ugyan minek? Megkeresni Larryt és a Csordát. Valamit még nem mondtam el, Nancy. Megtaláltam Clint Holtan az úton, hever a pisztolya, eltűnt. Ki ölhette meg? Nem tudom, de ha segíteni akarsz, menj be a városba. Értesítsd a sheriffet. Uh-huh. Én addig megpróbálom felkutatni a nyomokat. Oké, Dan. Várj meg a városban! Bleib ihn ab und gib ihm Wasser. Ist was passiert? Los, beeil dich. Und rufe Harry. Ihr beiden kommt dann mit mir. Was, jetzt mitten in der Nacht? Harry! Wundern, dass ich so schnell wieder da bin. Aber ich muss dich dringend sprechen. Es ist sehr wichtig. Ich habe dich schon erwartet. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ist Louis auch bei dir? Louis? Nein. Gut, es war richtig, dass er mit Larry bei der Herde geblieben ist. Dad, es ist wegen Larry. Darum habe ich ja Louis zu dir geschickt. Don, ich brauche deine Hilfe. Ich will nicht, dass Larry weiter mit euch reitet. Nein, das ist unmöglich. Was meinst du damit, es ist unmöglich? Ich erlaube nicht, dass Larry weiterreitet. Hör zu, Don, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendein Gefühl sagt mir, dass ich Angst um den Jungen haben muss, verstehst du? Larry ist kein Kind mehr. Don, das ist mir egal. Ich habe beschlossen, ich will ihn hier haben. Du weißt, was das für ihn bedeutet. Don, du schickst ihn mir her, auch wenn er mich bis ans Ende meines Lebens dafür hassen wird. Hörst du, das ist dein Befehl. Nur alte Weiber haben solche Gefühle. Und du warst immer ein Mann. Also gut, Don. Aber du wirst mir versprechen, mein Sohn, dass du ihn mir wiederbringst. Ich verspreche es, Dad. Ich bringe ihn wieder. Wir sind bereit, Don. Danke, Jungs. Nicht mehr nötig. Ich reite allein. Wenn Louis zurückkommt, sag ihm, ich bin schon da gewesen. Er sollte mir nämlich was bestellen. Und kein Wort zu dem Alten. Mach ich, Don. Thank you.
Ez a hölgy a sheriffel szeretne beszélni, Harry. Segíthetek valamiben? Nem hinném, hogy tudna. Hallottam, a sheriffet keresi. Jól hallotta. Mivel szolgálhatok? Ismerem Cox sheriffet, és maga nem az. Nem is állítottam, kisasszony. Én a helyettese vagyok. Akkor talán mégis segíthet. A Big Pocketnál valami szörnyűség történt. Az emberek a csordával együtt eltűntek, és... Jobb lesz, ha fent mondja el. Itt illetéktelen fülekbe bejuthat. Ha bárki keres, fent megtalál. Jó, menjen csak. Adj, ide viszem. Köszönöm. Oké, most mondja el, mi történt. Dan McDowell távollétében eltűnt a csorda a táborhelyről. Larrynek, az öcsének és két cowboynak nyoma veszett. Quint megölték és elvették a pisztolyát. És mi van a másik McDowell testvérrel? Dannal? Igen, vele. Ő életben maradt? Hát persze, azt mondta, megpróbál nyomokat keresni. És aztán majd utánam jön a sheriff irodájába. Gyanakszik valakire? Igen. Azt hiszem, az a bandita tette, Füstös Jim. És nem bánja az a Mr. McDowell, hogy maga itt van? Persze, hogy nem. Éppen ő küldött el a sheriffhez. Há, igen, csak ugyan. És arra kérte magát, hogy itt várjon rá. Igen, mondtam már. Na jó, akkor elmondom mindezt a sheriffnek. Wo ist der Sheriff? Beschäftigt. Hol ihn her. Oder ist deine verdammte Lampe so wichtig? Gott hat uns das Licht nur für den Tag gegeben. Na, Sie haben Nerven. Wenn man keine Muskeln hat, sollte man wenigstens Nerven haben. Ich nehme an, Miss Greenwood war hier und hat Sie unterrichtet. Nein. Vielleicht hat sie mich mit irgendjemand verwechselt. Das verstehe ich nicht. Das Leben ist voller Rätsel, hä? Nicht? Sheriff, ich bin Don McDowell von der McDowell Ranch. Sie wissen schon. Nein, ich weiß gar nicht. Silver Valley. Hübsche Gegend, doch ja. Aber sie gehört nicht zu meinem Distrikt. Hören Sie mal zu, Sheriff. Ich bin nicht die ganze Nacht geritten, um mit Ihnen zu plaudern oder Ihnen guten Morgen zu wünschen. Das haben Sie auch nicht getan. Guten Morgen, Sheriff. Mit akart tőle, Mr. McDowell? Azt, hogy kézre kerítse a tetteseket. Bűnöset történt? Gyilkosságot akarok bejelenteni. Miért csak most mondja? Mert folyton ezt az átkozott lámpát csiszatolta. Igen. Az áldozat neve? Queen. Nem helybeli. Az Isten verje meg, számít az? Én itt vagyok, sheriff, és nem máshol, uram. Legalább itt a városban történt. Nem itt. Innen 10 mérföldnyire. Előre mentem, és reggelre hűthelyét találtam a jószágnak. És az öcsém Larry szintén eltűnt. Aha. De miben segíthetek magának? Derítsen fényt az ügyre, sheriff. Ezért szeretem a lámpákat, mert fényt derítenek. Ne vicceljen! Ezen a vidéken maga képviseli a törvényt. Miért nem indít nyomozást ahelyett, hogy ezzel vacakol itt? A területén egy rablóbanda garázdálkodik. Még hogy egy. Sie sagen, Sie haben Ihren Bruder gesehen, kurz bevor er getötet wurde. Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie hatten doch Streit mit Ihrem Bruder. Was hat es damit zu tun? Ich vermute, Zeugen haben Sie auch keine. Wofür? Für ein Alibi. Können Sie beweisen, dass Sie außer Schussweite gewesen sind, als man Ihren Bruder getötet hat? Ach so, ja? Meinen Sie das? Na, dann beweisen Sie dem Gericht, dass ich dort war. Jedenfalls hatten Sie mit Ihrem Bruder Streit. Und weiter? Nun, Brudermord hat meistens mit einem kleinen Streit angefangen. Sie sind wohl verrückt, Sheriff. Ich muss Sie warnen, McDowell. Wenn Ihr Bruder tot ist, sind Sie verdächtig. Sehr logisch. Ganz richtig. Ich glaube, das ist naheliegend. Kennen Sie die Geschichte von den beiden Brüdern? Kein Raubmord. Ein Bruder tötet den anderen aus Hass. Warten Sie, Moment mal. Ein klassischer Fall, den jeder kennt. Hier habe ich's bitte. Der eine Bruder hieß Kain und der ermordete Abel. Eine faszinierende Geschichte. Kommt immer wieder vor. Hier, lesen Sie. Hey, McDowell! Hey, McDowell! Wo gehen Sie denn hin? Ich suche meinen Bruder Abel. Itt a pasas.
Na? Oké, megadom. Ha jól emlékszem, rendeltem valami italt. Még egy üveggel ide, Harry! Ő ráér. Mit adhatok, uram? Viszkit? Még egy poharat is, Harry! Ha jól emlékszem, viszkit kért, ugye? Jól emlékszik. De igazából előbb gyomorkeserűt innék hány inger ellen. Itt nem tartunk gyógyszert. Ez nem patika, uram. Akkor kikurálom egy viszkivel. Harry, meddig várjak még rád? Azonnal, csak kiszolgálok egy vendég. Ez az alak vendég neked. Ez csak egy minden lében kanál bajkever. Meggondoltam magam. Meggondoltam. Mégsem kérek itat. Ez igen. Ilyen hamar még senki se szokott le a fiáról. Ritka madár. Ich kenne keinen, dem man das Saufen so schnell abgewöhnt hat. Doktor kriegt das bestimmt nicht so schnell hin, wenn er Säufer kurieren will. Und Doktor kriegt nur einen Haufen Dollar dafür. Tja, das ist eine gute Idee, Punch. Du kannst sicher sein, ich tue es bestimmt auch nicht umsonst. Sie können sicher sein, Mr. Mac, dass ich Ihnen nicht schuldig bleiben werde, wenn wir zwei einmal Abrechnung halten. De talán még az ilyen madárnak is van neve. Van hát, McDowell vagyok. Jó lesz, ha megjegyzi ezt a nevet. McDowell. Olyan neve van, mint egy viszkibárka. Heré, adj hamar egy pohár McDowell-t. Hey, csak vigyázz az ilyen rendeléssel. Az ilyen vacaklőrétől rögtön kidobod a tapsot. Én is kidobom, és magukra nézek. Várj csak, Pimasz Ficsi úr, megszórom kicsit az eleganciádat. Kérdeznék valamit magától. Sok ilyen patkány rontja itt a levegőt. Mi van veled? Te nem vesz pisztolyt rántani? Nálunk a férfiak nem lámpákra szoktak tüzelni. Ne félj, én nem csak lámpákra lövök, Ficsi úr. Igaza van. Úgy látom, lámpa és virágcseréplövész. Hallottad ezt, Tibora? Virágcseréplövész? Pofa be, összférhajcsár! Hallod, pofa be! Pardon. Összvérhajcsár. Ezt mondod nekem? Egy biztos, nem vagyok kaktuszlövész, mint te. Harry! Még egy üveggel! Na mi lesz már? Várj egy kicsit, Harry. Ezt a kedves vendéget én szolgálom, ki ne fáradjon vele. Dobd le! Most aztán kaptál egy dupla McDowell-t. És most hordd el magad. A kalapot se felejtsd. Az asztalt is szívesen lett. És ne felejtsd el kifizetni a számládat. Volt egy lámpa, egy cserép, egy palack. Üstös, Jim, majd megfizetsz mindenért. Kösz, Harry. Miért nem a magáéval lő az Istenért? Azt mondta, a vendége vagyok. Mifelénk nem szoktak az emberek más pisztolyáért nyúlni.
Az a fogalom, hogy mifelénk kiterjed a Big Pocketra is? Az hol van? Sose hallottam. Miért kérdezi? Meg tudná mondani nekem, uram, hogy kié ez a pisztoly? Gondolom, Freddy. Páncs? Menj vidd ki, és add oda Frednek a pisztolyát. Ezt a pisztolyt az apám ajándékozta az egyik kavbojának. Tessék. Quinn volt a fiú neve. És megölték a Big Pocketban. Megtámadták a táborunkat. Micsoda? Marha tolvajok. Hm. Nagyon? Eltűnt az egész csorda. Nem én hajtottam el. Nem is mondtam, hogy maga tette. De azért vannak kis titkai. Kezd tulakodó lenni, McDowell. Egyenes választ várok magától. Hogyan szerezte Fred a pisztolyát? Menjen utána tőle, kérdezze. Ha siet, utolérheti, mielőtt eltűnik. Ó, hogyne, rohanok utána. Nem is értem, hogy nem jutott ez az eszembe. Hát, nem szeretek ugyan besétálni a csapdába, de azért utána lovagunk. Ha tudja, hogy csapda, akkor miért sétál bele? Ez ostobaság. Kockázat nélkül semmit sem nyerünk, barátom. Ezért megyek utána. Szabad egy pillanatra? Köszönöm. Tudja, az olyan csapdába, amelyről előre tudjuk, hogy az. Nem mi esünk bele, hanem aki felállította. Drink habe ich zwar nicht bekommen, aber Spaß habe ich gehabt. Ne jöjjön közelebb, McDowell! Nincs itt se lámpa, se cserép. Most már elég a tréfából. Tudni akarom, hogy mit keres itt. Csak felteszek magának egy pár kérdést. Oké, kérdezzen. Tudni szeretném, hány ember töltek meg a Big Pocketban. És mi lett azokkal, akik megmaradtak? Még mást is szeretne tudni? Igen. Hol van a csorda? Gyilkos kölyöknél, ő a főnök. Gyilkos kölyök? Azt hittem, a maguk főnöke Füstös Jim. Ach was, Sie sind wohl lebensmüde. Reden Sie, Mac. Wir haben nicht viel Zeit. Forduljon csak meg egy kicsit, McDowell. Szép időnk van, ugye, fiúk? És milyen kellemes találkozás? Jó napot kívánok, Mr. McDowell. Vagy mondjam azt, hogy viszontlátásra. Soha napján. Csak nem küld maga is a pokolba. De igen, ha kell, oda küldem. Kutyaszorítóba került Mr. McDowell. Nincs menekvés. Eddig minden kutyaszorítóból ki tudtam mászni. De egyszer aztán nincs tovább. Gyerünk, pány, szállj el magát, utálok várni. Megölte szegény, csak így egyszerre minden felszólításnak. Még azt hiányozna, hogy fel is szólítsam, mielőtt lövök. Hát, ha ő lenne a gyorsabb, és én nyúlnék ki. Na jó, csak megpattant a golyó a sziklán. A fejébe kerülhet ez a megpattant golyó, ha megtudják a barátai. Fura ember maga. Nem gondolja, hogy nekem köszönheti az életét? Fred nem lőtt volna le. Szétlocsantotta volna az agyát. Na, lőjön. Nem tudom, Mr. McDowell, nem tudom megtenni, én nem.
Nyomás. Gyerünk, próbálja megtenni. Mi a fenhez? Elakadt a ravasza. Na most, a levegőbe. A teremtés itt neki. Hát így működik egy pisztoly. Esküszöm, halvány gőzöm sem volt róla, amikor fedett lelőtte. Gondoltam, hogy így van. Gondoltam? Miért? Azért, mert rendes srác vagy. Mióta dolgozol már Füstös Jimnek? Ha nem dolgoznék, éhen vesznék. Ezzel a lövéssel a munkádnak is mondják. Dolgozom én akárkinek, aki megfizet. És ha tudom, megmondom, hol van a gyilkos kölyök. Nem adhatok neked sok bért, de a munkád biztos lesz, ha velem tartasz. Na? Mit szólsz hozzá? Hát... Hogy nem akarsz sokáig dolgozni nekem? Dehogy nem. Miért nem, Mr. McDowell? Na jó, akkor egyezünk meg. $10 kapsz egy hónapra, és az első dolgod az lesz, hogy kávét főzöl, rendben van? Igen, ez tényleg remek ötlet. Na hát akkor mire vársz? Főzd. Ich würde gern mit Ihnen reiten. Das heißt, wenn Sie es wirklich wollen. Aber wenn Smokey Jim erfährt, was hier passiert ist, gebe ich für mein Leben keinen Cent. Na gut, in Ordnung. Und wohin wollen wir reiten? Ich muss meinen Bruder Larry suchen, wenn er noch lebt. Wenn nicht, suche ich den Mann, der ihn getötet hat. Punch, warst du dabei am Big Pocket? Nein, wir waren in Fort Clark. Wir brauchten dringend frische Pferde. Mac und ich sind dann sofort nach Coleman geritten. Woher hatte Mac den Colt? Lord wollte sie damit hierher locken. Ich kenne ein Wasserloch. Da drüben. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Ich komme mit. Kann ich das Ding da noch mal haben, Mr. McDowell? Sagen Sie ruhig, Don. Den Trick auch mal ausprobieren. Bitte. Den Trick kenne ich. Aber ich nicht. Na, da ist das Wasserloch. Trinken Sie nicht, Punch? Hab keinen Durst. Wasser ist gesund. Ja, ja, aber ich bin ja nicht krank. Wenn ich mal umgelegt werde, dann aber nur von einer Kanone wie die hier. Du kannst sie behalten. Mir hat noch nie jemand vertraut. Schon gut, Punch.
Es ist, als hätte ich 100.000 Dollar gekriegt. Ach, was sage ich da? Eine halbe Million Dollar. Mi ez? Mi a csoda történt magával? Azonnal kiszabadítom. Látszik, éppen jókor érkeztem. Remélem, csak a pénzét vették el. Hová ilyen sietősen, kisasszony? Csak felnyergelem a lovamat. A lova felnyergelve, az útra való kész. Nekem nem kell útra való, csak hazamegyek. Sajnálom, de csalódást kell okoznom. Ezt meg hogy érti? Eljön velem az indián kanyonba. Miért mennék? Mert a barátja meg, de ott várja magát. Dán azt mondta, hogy jelentsem a történteket a serifnek, és itt várjam meg. Akkor úgy látszik, meggondolta magát. És ha nem hisz a szavamnak, hatásosabb érvem is van, kisasszony. Megtudhatnám, mire készül? Ha okosan viselkedik, nem lesz bántódása. Nem félek magától, csak azért engedek, hogy ne essék baj a Dánnak. Engem Lordnak neveznek a finom modorom miatt. Ne kényszerítsen, hogy megcáfoljam a nevem. Hát azt hiszem, legfőbb ideje, hogy eltűnjünk innen. Oké, Mr. McDowell. Visszamegyük a városba a sheriffhez. Rendben van minden? Igen, főnök, a legnagyobb rendben. Az majdnem. Ne hevek, habogjit nekem, hanem mondja el világosan mindent. Mi történt? Már is. Nem várhatok a mondókádra nap estig. Ez a pasas meghalt. Csak azt nem mondta, hogy te küldted a másvilág. De, egy golyóba szaladt bele. Ki a pasas, McDowell? Igen. Hol van Fred? Egy kicsit odébb fekszik, főnök. Szóval ő is meghalt? Hát igen. Mert tudja, ő elvétette McDowell-t, de én bosszút álltam. Van a pisztolya. Kétszer lőttek belőle. Kösz. Magukkal menjek, főnök? Nem, te itt vársz a srácra. Mi odafönn dekkolunk a mexikói tanyán. Mondd meg neki, hogy odavitetem a lányt is. Jó, oké, főnök. Estére ott legyetek. Ja! Bocsásson meg, Mr. McDowell. Nem tehettem mást. Megérkeztünk, ez az indián kanyon. Ismerem, de hol van Dán? Itt lesz beljebb valahol. Menjen csak. Nem vagyok hajlandó tovább lovagolni. Ha meg akar ölni, miért nem teszi meg már is? Jobb helyet úgyse talál. Harry, egy üzenetet kell átadnom. De meg hogy a fenébe kerültél ide? Összélhajtsál. A főnök már órák óta vár rád, és velem úgy mérges. Úgy érted, itt járt a főnök. Itt bizony személyesen. És azt üzeni, menj a régi mexikói tanyára. Oké, Páncs. Rád bízhatom addig a hölgyet? Hát, hogyne. Kitüntetés számomra, hogy én lehetek a lovagja. Találkozni akar McDowell-val. Ez pedig nem történhet meg. Kiverem én a fejéből, ne félj. Páncs, tudod, hogy mi lesz a dolgod? Tudom, hát megakadályozzam, hogy találkozzam McDowell-val. Eredj a pokolba. Megyek, de csak utánad. Leszállás. Szálljon le, kérem. Dán! Hát mégis utolértelek. Nem maradhatsz itt. Azt akarom, hogy hazamenj.
De valami fontosat kell mondanom. Errefelé jövet. Néhány marhát láttam az út mentén. A tieitek voltak. Ez biztos? Láttam a bilogukat. D.O. Pancs. Pancs! Ne, te ne, félre! Hajsz előre, te! Hey! Jó napot! Jó napot! Szép állatai vannak. Maga nevelte őket? Épp ma délelőtt vettem őket valakitől. Mit szól ehhez, McDowell? Biztos, hogy szabályosan vette? Hát persze, jó pénzt adtam értük, nem loptam én. Vagy a jó pénzt lopta, vagy a jószágot. Pancs. Nos, uram, megmondaná, hogy ki adta? Lássuk csak. Valami gyilkos kölyök. Fura név. Van Angel Kid? So kann doch nur ein Obergauner heißen. Wo finde ich diesen Angel Kid? Ich glaube, in der Nähe von Shelleys Hütte. Weiß Bescheid, danke. Siehste, Punch, bei mir geht's auch ohne Colt. Wirklich kaum zu fassen. Odanéz, az Larry lova. Villám. Nancy, te itt maradsz. Pancs. Ne lőj, Pancs! Élve akarom elkapni őket. Gyertek ki a házból! Nem lövünk rátok. Mit akartok tőlünk? Beszélni veletek. Nekünk most nincs kedvünk beszélgetni. Annyi vaj legyen. Kivárjuk, amíg lesz. Várhatok, van kajánk és vízünk 2 hétre. Köszönjük a felvilágosítást. Próbál kilőni sarkaiból az ajtót. Elfolyik a vízünk! Na és, örüljetek, hogy a bödrötük asszadtok ki, nem a bőrötöket. Elő, Nancy. Villámot használja a fedezéknek. Nem vagy valami ravasz, barátom? Talán nem, de tudom, amit tudok. Megtudhatnám én is? Tudod jól, hogy nincs több golyó a táradban, így csak a szád járhat. És a többiek sem találhatnak el, mert eleven fedezékem ez a ló. Okos fiú vagy. Hey, Jack! Gyere ki! Látod a szád, haver? Dobd le a fegyvert a földre, de gyorsan. De sötétben mújkáló is gyere elő a napfényre. Melyik őtöket hívják gyilkos kölyöknek? És kié ez a ló? Az enyém. Hogy került hozzá? Gyilkos kölyöktől. Gyilkos kölyök. Gyilkos kölyök. Mondd meg, hol találom a gazembert, vagy agyonverlek. Ez hogy került hozzá? Ez csak egy amulett. Talán ez is a gyilkos kölyöktől való? Igen, nekem adta. Ez az öcsémé volt, Larryé. Ha most a tiéd megölted? Nem öltem én meg senkit sem, Mister. Akkor mondd meg, hol a gyilkos kölyök? Nem tudom, esküszöm, hogy nem. Halljam, hol találok. Na jó, kiukasztom a fejedet.
akkor aztán tényleg nem emlékszem vagy semmire. Igaz? Tegnap Fort Clarkban járt, de azóta nem tudom, hogy hol van. Nem, ott ő nem járt. Az amulettem. A szerencsét hozó amulettem. Sajnálom, mondtam már, hogy az öcsémé. Hát Mr. McDowell, sehogy se tetszik nekem ez a vidék. Azt hiszem, túl közel vagyunk már az öreg mexikói tanyához, és valami összugja, nagy baj lesz, ha észrevesznek minket. Ne mozduljanak! Na, mit mondtam? Mit mondtam? Ha a fegyverükhöz nyúlnak, megbánják. Hát, csoda történt. Halott étén egész jó színben van Mr. McDowell. Hát vettél bennünket, he? Boldog lesz a főnök, hogy viszont láthat téged. Én voltam már boldogabb is. Rávasz! Hé, ne csikondolsz! Hello, Punch. Örülök, hogy látlak. Ha szabad kérdeznem, keres valamit, Mr. McDowell? Igen. A marháimat. Igen? Van itt éppen egy nagyon szép eladó csordán. De ezért fizetnie kell. Felülbélyegzés. Ez a McDowell villog rajta akkor is, ha megkettőzik. Persze. Jól emlékszem, maga is marha kereskedő. Ezért tud ilyen sokat a villogokról. Nem kereskedő, tenyésztő. Ez az enyém, és vissza akarom kapni. Akkor viheti el, amikor akarja, ha megfizeti az árát. Én üzletember vagyok. És mi lesz, ha nem fizetek? Majd meglátja a cimboráján mindjárt. Dan! Üsd a bélyeget a homlokára. Igen. Azt akarom, hogy ez a nyomorult barom soha ne felejts el, kinek a csordájába való. Jól ízdítsd fel a vasat. Nem villogozhat meg egy embert. Maga hóhér. Tehát nem akarja, hogy megbélyegezzem ezt a férget, aki megmentette a maga életét. Maga megőrült? Én vagyok a főnök. Ezt meg kell tanulnia. Akármilyen áron. Jim, jön a Fort Clarki csapat. Itt járnak már a folyónál. Lóra, fiúk! André! Das erledige ich schon, Boss. Diego, wenn du mehr Verstand hättest, du Trottel, brauchst du weniger zu schießen. Ah ja, versteh schon. Idiot, du. Gar nichts hast du verstanden. Wir werden diese Pferde unseren Gästen überlassen und borgen uns ihre aus. Die Vor-Clark-Leute werden glücklich sein. Gut, aber Punch. Ohne Punch ist das Spiel zwecklos. Er ist das Ass für uns. Kommt mit, Jungs. Mr. McDowell, köszönöm, hogy megmentett a bélyektől. Egy kicsit meleg volt. McDowell! Legközelebb nem lesz ilyen szerencsé. Ja! Elvitték a mi lovainkat. De a pisztolyomat itt hagyták. Hát akkor az ő lovaikra kell ülnünk. Talán csalaszimatom, de ez a vidék se tetszik nekem. Igen, láttam már kiesebb vidéket. Überlege, warum Angel Kids, um nach Fort Clark zu kommen, ausgerechnet durch die Steinwüste reitet. Er liebt vielleicht die wilde Natur, Punch. Aber davon halten sie nicht viel. Ja, doch, Miss Nancy. Ich denke an ein wogendes Kornfeld mit goldenen Ähren. Die dann gebrannt und schön destilliert und das Ganze auf Flaschen gezogen. Ja. So lieb ich die Natur. Kik azok az emberek? Nem tudom, Miss Nancy. Remélem, nem a Fort Clarkiak. Nem vagyunk túl sokan egy pókerpartihoz, he? Nagyon vicces. Lótolvajokat keresünk. Értem. Csak hogy mi nem vagyunk azok.
Sokat lovagolhatnak még, hogy utolérjék. Már utolértük. Akkor semmi baj. Na, viszlát, emberek. Nem mondom, ez a nap is jól kezdődik. Remélem, a folytatás jobb lesz. Az biztos, hogy a terapot hamar befejeződik. Szálljatok le alulról. Maradjatok. Leszállás. Azt a pickót láttam a városban. Ne tegyék próbára a türelmemet. Dan McDow vagyok, a McDow Ranchről. Maguk kicsodák? Fort Clarke-i polgárok. Leérti már, Mister? Egyáltalán nem. Hát akkor felfrissítem a memóriáját. Ezeket a lovakat Fort Clarke-ból lopták. Mi ugyan nem? Gondoltam, hogy nem fogja mindjárt bevallani nekünk. Viselkedjen okosan, vagy baj lesz. Szálljunk le, Dan, ez biztosan csak félreértés lesz. Akkor tisztázni kell lesz. Remélem, megadják az urak a magyarázatot. Kezeket fel! Kötözzétek meg! Ha csak egy ujjal is hozzányúl a lányhoz, nagyon csúnya halála lesz. Csinos kis jószág. Nagyon vigyázzon maga szemét. Jobb lesz, ha maga vigyáz, Mr. Lótolvaj. Ezt rosszul tette, barátom. Ez az ember belém kötött és fenyegetőzött. Az a lényeg, hogy a Lótolvajnak a törvény szerint kötél jár. A törvény szerint azt előbb be is kell bizonyítani. Van bizonyítékunk és tanunk is. Ki ennek a lónak a gazdája, Pete? Mr. Wallaby, a patkoló kovács. Meg is esküszöl rá? Igen, esküszöm. Hát ez a ló kié, Mike? Sullivan úri a kocsmárosi. Meg is esküszöl rá? Isten engem úgy segélye. Nos? Nézze, lehet, hogy ezek a maguk lovai. De nem mi loptuk el a városunkból. És hogy kerültek magukhoz? Megmagyarázom. Füstös Jim és a bandája elmenekült, és ezeket hagyták ott nekünk. Te mit gondolsz? Azt, hogy Füstös Jim hétpróbás lótolvaj. De nem minden lovat ő lop el. Ki az ördög megy lovat lopni Fort Clarke-ba? Ott legfeljebb csak összvérek vannak. Hallod-e? Én ismerlek téged, fickó. Nem emlékszel? Láttalak téged Fort Clarke-ban. Meghívtál egy pohár viszkire, és beszélgettünk, amíg megittuk. Azt mondtad, hogy összvérhajcsár voltál, de most már lótenyésztő vagy. És jól kifaggattál a lovainkról. Aztán két óra múlva eltűntél a lovainkkal együtt. Aber ich bitte Sie, Punch stiehlt doch keine Pferde. Als Smoky Jim mich umbringen wollte, hat mein Leben gerettet. Punch. Was sagst du dazu? Mr. McDow, jetzt möchte ich doch Don sagen. Ist es wahr? Don, du weißt, ich bin nie für die Quäker geritten. Ich habe mich geändert. Aber zu spät. Ist ja auch egal. Vezesd ide a lovat! Vedd le rólam a kezed! Ne búsulja, Mr. McDow, tudtam én mindig, hogy aki lókötő, azt elkötik végül. Maga nem serif, nincs joga felakasztani. Ha maguk ölik meg, az gyilkosság. A törvény szerint a lótolvajnak kötél jár. Ő volt a lótolvaj, ennyi elég. Elengedheted.
Gyere, arra beszélj. Gyere. Ne nézd. Das kann mir auch nicht helfen, Don. Ich sehe dich an und merke, dass du genauso bist. Nein, ich bin anders, Nancy. Aber du suchst doch nach dem Mörder von Larry, Don. Genau das wollte ich dir sagen. Na also. Und was passiert, wenn du ihn gefunden hast, Don? Was passiert dann? Ja, vielleicht hast du recht. Dann werde ich wie alle anderen handeln. Legt ihm die Schlinge um den Hals. Ist? Mosch! Szabadok, mehetnek, amerre láttak. Ezt szerencsésen megúzták. Gyerünk! Mehetünk, maga megőrült! Itt veszünk, ha nem adja vissza a lovainkat! McDow, ha én lopott lovon járnék, nem ugrálnék úgy a maga helyében. Sétáljon. A kisasszony talán magunkkal visszük. Azt képzeli maga, mocsok, hogy... Mit. Ihr könnt das Mädchen nicht hier lassen. Das ist Mord! Mord! Warum bist du denn nicht mitgeritten? Das nächste Mal, Don. Wir müssen hier weg. Don, zur Ranch zurückzulaufen wäre es zu weit. Wir laufen durch die Steinwüste nach Fort Clark. Oder muss ich dich an Angel Kid erinnern? Nein. Gyere, Nancy, tovább kell mennünk. Gyere! Jaj, nem bírom. Gyerünk, gyerünk. Tarts ki. Nem bírom tovább. Nancy, Nancy. Kelj fel! Ne. Nancy, na most megállunk. Akkor végünk. Menni kell. Mit csinálsz itt? Nem találsz vizet? Megőrültél? Van víz itt. Mindenütt a föld alatt. Van víz. Nancy, nincs víz, csak kő van itt. Na gyere, kelj fel! Én... Gyere, tovább kell mennünk. Én tudom, hogy van víz. Hát nem érted, hogy nincs itt sehol víz, csak szikla! 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 Hallottad? Egy lövés. Valaki válaszolt a lövésre egészen közelről. Gyere, biztosan rátalálunk. Oda néz. Hé, mit csinálnak? Ez az én vizem. Engedje meg, hogy ígyunk. Azt hittem, Bill jött meg. Nekem is segítség kell. Megsebesült a lábam. Megszöktünk a seregből.
A lovam meg tőlem szökött meg. Ugye, ihatunk belőle egy korty vizet. Rég vissza kellett volna jönnie. Szomjasak vagyunk, katona. Órák óta várok rá hiába. Elment, hogy civil ruhát szerezzen, és megkeresse a lovamat. Hát a maguk lovai? Zűrös história úgyse innél. Adjon egy kortyot az Istenért. Hé, egy kortyról volt szó, nem az egész kulacsról. Kell még nekem is. Kincset ér. Köszönöm, katona. Woher kennen Sie diese Gegend hier? Sie meinen das? Aus der Bibel, Mister. Oder ist das etwa nicht die Hölle? Was suchen Sie dann hier? Sicher kein Deserteur. Warum sagen Sie Deserteur? Ein Deserteur ist nicht zu beneiden. Ich beneide Sie. Um Ihren Hut. Aber wenn Bill erst hier ist, dann ist es leichter, irgendwo unterzutauchen. Ja, ja. Wir sind noch jung. Hey, hohagyta kalapja! Nem jól teszi, hogy kalap nélkül mászkál. Tudja, mit ajánlok? Ha majd Bill visszajön a civil ruhákkal, megkaphatja az enyémet. Köszönöm. Szívesen. Nessie. Segíthetek még valamiben magának? Igen, hagyjon aludni. Tudom, persze, hogy nem rám tartozik, mister. De van valami dolga itt, vagy csak kirándul? Hát, igazából csak kirándulok. Milyen messze van Fort Clark? Oda akar menni, hogy lovat vegyen? Igen, azért is. És hogy feljelentsen? Dehogy. Nem megy el addig, amíg meg nem jön Bill? Nem bárhatok a maga barátjára. Ha hiszi, ha nem, én még sose jöttem embert. De egy pillanatig se haboznék, hogy végezzek magával. De nekem eszembe sincs feljelenteni, katona. Pedig díjat is tűztek ki a fejemre. Szóval ilyen sokat ér a feje. Volt az? Nem. Ezt az embert még sosem láttam. Nos, ki maga? A válaszomnak egy pár ló az ára. Az Isten is katonának teremtett majd. Nem. Nekem máshol intézni való. Vissza kell szereznem a csordámat. De megrövidítettem a sereget egy katonával.
Ha nem teszem, ő küld a másik. Ez nem ugyanaz, cimbora. Veled nem kell elszámolnom, nem tartozol az állományba. Az életed a tiéd. Csak volt az enyém, de feltettem valamire, úgy, mintha katona volnék. Ha beledezlek is, meg kell tudnom, ki az a gyilkos kölyök. Na hát, magad. Én. Megkínálhatlak egy viszkivel, pofi. Danke, aber ich trinke nicht diese Marke. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Sicher, weil ich sie durch die Steinwüste geschickt habe, oder? Wo ist Angel Kid? Hat eine Menge zu tun. Bestell deinem Boss, er ist ein feiger Hund, der nur Kinder umlegt. Aber trifft er auf einen Mann, weißt du aus. Sonntag wird er Zeit haben, Mr. McDowell. Nekem tudnom kell, hol van gyilkos kölyök. Te pedig megmondod, különben keresztül lőlek. Épp ezért jöttem. Alkonyat előtt találkozhat vele a főutcán. Viszlát. Allein. Nur keine Angst. Angst? Was ist das, Mister? Du redest genau wie mein Bruder Larry. Wie in aller Welt kommt es, dass ein Junge wie du bei so einem Angel-Kid landet? Wie meinen Sie das? Ja, du bist doch nicht zum Verbrecher geboren. Also warum? Es ist der kürzeste Weg, sich Respekt zu verschaffen. Der kürzeste Weg zur Hölle. Sie sind eigentlich ein spaßiger Kerl. Tut mir leid, dass Sie Sonntag tot sind. Bis dann, Mister. Dan, biztos, hogy helyesen döntöttél? Igen, Nancy, ezt kell tennem. Miért nem lovagolsz haza a ranchre, és mondod el apádnak? Majd holnap. Ne aggódj. Meglátod, nem lesz baj. Miért nem még most rögtön? Én melletted állok mindenben, és tudom, mit kell megtenned. Biztos lehetsz abban, hogy imádkozom érted, és csak rád gondolok, Dan. Hé, Jim, ott a lány, ez meg hogy lehet? Nem tudom, úgy látszik, futni hagyták a Fort Clarkért. Ebből zűr lehet, Jim. De maradj csak itt. Ezúttal elhagyja a fejét. Reméljük. Testvéreim, hallgassátok meg a mai napra rendelt szent leckét János apostol közönséges első leveléből. Mi által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Álljon meg, kisasszony! Sem a vagyon, sem a földi írnév, sem a hatalom nem ment meg bennünket az utolsó napon. Akkor egész életünket teszi mérlegre az úr, hogy lássa, talál-e benne szeretetet. Éljetek tehát úgy, hogy az utolsó napon méltónak találtassatok az örök életre. Amen. Testvéreim, miért mentek el innen? Ne feledjétek, kérlek, hogy az Isten házában vagyunk, és az Isten háza mindig nyitva áll mindenki előtt. Akárki is az. Liebe Schwestern und Brüder, was meint der Apostel, wenn er sagt, dass sich der Tod an uns heranschleicht, wie ein Dieb? Álljon csak meg! Szeretném hallani az egész prédikációját. Willst du aber nicht wachsam sein, nein, so werde... Nein, das nicht. Das andere, Reverend. Die Stelle mit dem Tod und dem Dieb. Wozu? Die Gemeinde ist ja fort. Aber ich bin hier, Reverend. Und Gott hat versprochen, er liebt alle seine Kinder gleich. Ja, natürlich. Dann muss er mich auch lieben. Tiszteletes úr! Amit elkezdett, fejezze is be.
de azonnal. Nem prédikálok összesen két embernek. Ha éppen itt próbál csapdába ejteni McDowell, eredeti helyet választott. Hová, tiszteletes úr? Önvédelemből fogok ölni, maga lesz a tanúm rá. Isten lesz a tanúja és bírálja fönt a mennyekben. Én nem akarok párbajozni magával, füstös G. És különösen itt nem. Ez a jámborhang McDowell. Maga fejezi be a prédikációt. Ha esetleg megverekszem magával, akkor csak kint az utcán. Nem, barátom. Túl sokszor csúszott már ki a kezemből. Hát ezúttal nem eresztem ki. Én csak az öcsémet Larryt keresem. Vagy már megölte? Felejts el az öcsikéjét. Szomorú hírt kell közölnöm, McDowell. Gyilkos kölyköt keresse. Ő küldte az öcsikéjét a pokol fenekére. Maga gazember. Az úr azt mondta, ne ölj. Ne féljen, hamar végzek. És ő néhány perc múlva már senkit sem öl meg. Az Isten házában nem mondhat vért. Na tessék, most prédikál, amikor már késő. Álljon félre, tiszteletes. Nem szeretnék papot ölni. Na gyerünk! Ő már tudja, mi jön a halál után. Ez megsebesült. Nem akartam, hogy így végződjék az Isten tisztelet. Elintézte füstös Jimet, igaz? Nehéz feladatot vett le a vállamról. Tisztíthatja tovább a lámpáját. McDowell, engem már régen választottak meg sheriffnek Colmanstownban. Azért vagyok még mindig életben, mert ismerem az olyan gazfickókat, mint füstös Jim. Miért mondja ezt nekem? Talán ismerem magát is. Ha? Na és mit gondol róla? Csodálkozom, miért hagyta ott az öcsét a csordával. Tudom, nem kellett volna. Nem találkozott később vele? Nem, miért? Éppen az zavar, hogy a fivére. Gyakori a testvérek közti visszaáll, különösen a fiatalabbak nem akarnak osztozkodni. Káin és Ábel története nem csak a Bibliában esik meg. Nagyon elvetette a súlykos sheriff. Larry és köztem sohasem volt visszáj az örökség miatt. Apám már évekkel ezelőtt megmondta, hogy ha meghal, mindketten egyformán öröklünk. Jó volt így nekem is. Jó volt Larrynek is. Nem kívántam a vagyonért az öcsém halálát. Mi van, Nancy? Nincs bent, elmegyek megkeresni. Hé, sheriff, beszélhettünk magával? Ma vasárnap van. Még a sheriffnek is. Nagyon fontos lenne, várjon egy percig. Sheriff, az én nevem McDowell. Nagyon örvendek. Úgy látszik, ma itt lesz családi találkozójuk. Az előbb beszéltem a fiával, Dannal. Megmondaná nekem, hol van Larry? Nem tudom, hol van. Mondja meg, sheriff, mi történt itt? Dan volt olyan kedves, és keresztül lőtte füstös Jimet. Ide hallgasson, sheriff, vegye el tőle a pisztolyát. Véget kell vetnie ennek a gyilkolásnak. Ugyan miért? Semmi okom rá. De nekem van, sheriff. Az egyik fiamat már elveszítettem.
Azt akarom, hogy megakadályozza, hogy a másikat is elveszítsem egy újabb gyilkos párbajban. Dan felnőtt ember. Ha vásárra akarja vinni a bőrét, az ő dolga. Tehát hagyja, hogy a vesztébe rohanjon? Mi más az ilyen lövöldözés, mint közönséges gyilkosság? Honnan tudja, hogy nem Dan győz? De ő nem mesterlövész. Akadályozza meg a párbajt. Vagy van valami ok arra, hogy ne tegye meg? Ha két ember meg akar verekedni egymással, az Isten se állítja meg őket. Ha elveszem a pisztolyukat, ököllel esnek egymásnak. És addig abban nem hagyják, míg az egyikük ott nem hever holtan. És maga ezt akarja? Ha ilyen gyáva, minek lett sheriff? Csak lassan, mister! Arra. Dan a kocsmában van. Willst du dich nicht setzen, Dan? Nein, Dan. Du wirst jetzt nach Hause kommen. Mit dir nach Hause kommen. Und Larry? Dan, sich mit Angel Kid zu schießen, ist sinnlos. Das gibt uns Larry nicht wieder zurück. Komm, Dan. Ah. Mi az ördögnek jut egész itt, Dan? Most azonnal hazajössz velem, fiam, ne is vitatkozz! Hát nem érted, apa, párbajoznom kell. Nézem végig, hogy lelő azok az ember. Vagy én lövöm le őt. Igen. Hiába minden, apa. Én itt maradok. Azt mondtam, hazajössz velem! Jössz haza velem, inkább agyonütlek, érted? Megértetted? Elég ebből. Tudja, hogy úgysem képes visszaütni a fia, ha? Ne üsse az orrát más dolgába. Dan? Hiszen férfi vagy. Sok szerencsét. Most elmehetek. Dan. Dan. Thank you.
Menj innen, Nelson. Larry. Engem már gyilkos kölyöknek hívnak. És most kezdhetjük? Ha belépsz az épület árnyékába, megöllek. Tréfálok. Még egyetlen lépés, és végzek veled. Nem tudnád megtenni velem, Larry? Ezt mondta nekem Queen is a Big Pocketban. De tévedett. Lelőttem. Larry. Ráncs fegyvert és lőj! Miért gyűlölsz engem ennyire? Talán azért van ez, mert mindig úgy bántál velem, mint egy 14 éves kölyökkel. Bátyám. És hogy bebizonyítsa, végre férfi lett belőle. Ezért Larry öcsikéd most megölt téged. Én csak a pisztolyt lőttem ki a kezéből. Meghalt. Meghalt. Ez nem lehet. Talán szimulál.